Cseh Sándor köszöntő szavaival kezdődött a tanévnyitó ünnepség a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János karán. Idén csaknem 3800 hallgató kezdi és folytatja tanulmányait az intézményben, ebből 1157 az első éves tanulók száma. A hét alapszakon továbbra is a levelezős egyetemisták vannak többségben, és a kar most is teljes kapacitással indítja a szemesztert. Jó kimondani, hogy ez a 234. tanév ebben az intézményben, és azt is mindig szeretem hangsúlyozni, hogy ez egy folytonos volt, tehát nem volt benne szünet. És hát az intézményben jelentősen több hallgató kezdi meg, mint annó régen, tehát 1157 hallgatót vettünk fel hivatalosan, és bízom benne, hogy ennyien beiratkoznak, és a apácai kar hallgatói lesznek. Az évnyitón a köszöntők után a fogadalomtételek következtek, ahol a gólyák a Pédumnál tették meg eskütételeiket. Ezután a köztársasági ösztöndíjasok vehették át kitüntetéseiket, 2011-ben összesen 10 hallgató. Az apácai kar fennállása óta most először oklevéllel és rézemlékplakettel köszönte meg a partnerintézmények munkáját, ahol a hallgatók gyakorlati képzése valósul meg. A hétfői rendezvényen a Kossuth Lajos Ipari Szakképzőiskola, a Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium részesült a kitüntető címben. Az ünnepség hagyományosan az arany, gyémánt és vas, vagyis az emlékdiplomások fogadásával zárult, a színpadon 17 szép korút köszöntöttek.